az úton. Erős vár a mi Istenünk. Nagyon sok akkor ez behallatszik? Most szóljak neked? Nem. Mert szólok, hogy... És nincs is messze egyébként a történettől, gondolom. Amúgy. De nem nagyon hallatszik, de egész biztos. Erős vár a mi Istenünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a karácsonyt ünneplő gyülekezetet a televíziók előtt, valamint az internet előtt, aki a képernyőkön keresztül követ bennünket. Karácsony második napjának, december 26-ának ünnepi Isten tiszteletén. Mai Isten tiszteletünknek és a mai napnak az igéje így szól János első leveléből. Isten elküldte fiát a világ üdvözítőjéül, és aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban megmarad az Isten, és ő is az Istenben. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett, megmutatta a népeknek váltságát, feltárta igazságát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, karácsony szent ünnepén hálát adunk a megszületett megváltóért, a megszületett gyermekért, aki a megváltást, aki a békét, aki az életet hozta el hozzánk. Add, Urunk, hogy karácsony ünnepén szívünkben is szállást adhassunk a betlehemi kisdednek, hogy értelmünkkel, érzelmünkkel és lelkünkkel is befogadhassuk őt életünkben, hogy felnövekedhessen, hogy életünk vezérévé legyen,
akit követhetünk, akiben bízhatunk. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet karácsony második napjának igehirdetési alapigéjét. Ezen a karácsonyon, ebben a karácsonyi körben, ünnepkörben most a Szent Családnak a tagjaival találkozhatunk. Szenteste a gyermekek álltak előttünk példaként, az újszülött kisded Jézus. Azt mondta Jézus, hogy ha nem fogadjuk úgy Isten országát, mint a gyermekek, nem megyünk be abba, és egy kicsit a gyermek kérdést jártuk körül. Ebben segítettek nekünk a kis óvodások, hittanosok. A tegnapi napon, karácsony első napján Máriával találkoztunk, Mária személyével. Ma pedig karácsony második napján József alakja kerül elénk. Így hallgassuk meg az igehirdetési alapigét Máté evangéliumából, az első fejezetből. Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Az úrangyala megjelent neki álmában, és azt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert aki benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta. Íme szűz fogan méhében. Fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Ami azt jelenti, velünk az Isten. Eddig az ige hirdetési alapigénk. Szeretett testvéreim, karácsonyt ünneplő gyülekezet. Híres másodikok. Így hívjuk azokat az embereket, akik csak egy hajszállal csúsztak le arról, hogy az egész világ megismerje a nevüket. Másodikak, de mégis szinte ugyanazt teljesítették, akik elsőként hajtották azt végre, és akiknek a nevét a világ pontosan tudja. Hogy mire gondolok? Hát ha azt mondom önöknek, hogy az első ember, aki a világűrben járt, akkor biztosan rávágják, hogy Yuri Gagarin. Igen ám, de csak egy döntés kérdése volt, hogy őt és nem Sztyepanovics Titovnak a nevét ismerjük és mondjuk ki elsőre, hiszen mindketten ugyanazt a kiképzést kapták, de az első űrhajós személyéről az állami bizottsága start reggelén döntött. Ha azt kérdezem, hogy ki az első, aki a Holdra lépett, akkor rávágják, hogy Neil Armstrong. Igen, de azt már kevesen tudják, hogy a második Edwin Buzz Aldrin volt, aki Armstrongot követte, és rálépett néhány másodperccel később a Hold felszínére. Mégis Armstrongnak a nevét ismerik többen. Ha az első magyar űrhajóst kérdezem, akkor tudják, hogy Farkas Bertalanról van szó. Mégis nagyon-nagyon kevésen múlott, hogy nem Magyari Béla ment először magyarként az űrbe, aki szintén ugyanazt a kiképzést kapta. De ugyanígy mondhatnám a reformáció fő alakját, és tudják, hogy Lutherre gondolok, de már kevesebben tudják, hogy Melanchthon mekkora munkát végzett Luther mellett, és hogy mindenben támogatta, segítette őt, és Luther is mennyi munkát rábízott Melanchthonra. Másodikok, tehát akikre nem vetül akkora reflektorfény, mint az elsőre, de mégis ők is óriási munkát végeztek. Szeretett testvérek, a mára kijelölt ige hirdetési, ige szakasz alapján gondolkodtam el a kérdésen Mária és József. Mária nagyon sokszor előre kerül a szentírási, illetve a karácsonyi szentesti történetben. Azt is mondhatnám, hogy reflektorfénybe kerül. A hittankönyvben is két oldalon át foglalkozik a könyv Máriával, az angyalnak a megjelenésével, a gyermeknek a születésével. De Józseffel valami keveset. És Józsefről keveset is hallunk, és József alig jelenik meg a szentesti történetben. És éppen ezért a mai estén, illetve bocsánat, éppen ezért a mai délelőttön hallgassuk meg, és kövessük figyelemmel Józsefnek a személyét, Józsefnek a történetét, hogy ő miként jelenik meg ebben a szentesti történetben, és legfőképpen, leginkább azt, hogy Isten mit üzen általa.
József a fiatal ács, Dávid házából való. Tele tervekkel, a jövő előtte áll, és mint minden fiatal, József is szerelmes lesz. Egy fiatal lány, Mária lesz a jegyese. Tervezgetik a jövőt, tervezgetik a holnapot, a holnap utánt, mi lesz, mi fog történni, hogyan fognak majd családot alapítani. És ekkor József életében egy egészen különleges dolog történik. Szentírás így írja, hogy kitűnik, hogy Mária áldott állapotban van. József még nem tudja a részleteket. Csak azt látja, hogy a jegyese, akit ő nem érinthetett, gyermeket vár. És József egy nagyon nehéz helyzetben van, és nem tudja, hogy ilyenkor mit kellene tenni. Hiszen akkor olyan törvények uralkodtak, hogy hát azt a mennyasszonyt, azt a jegyest, aki mástól vár gyermeket, az bizony komoly büntetések érik, az bíróság elé állítják, és elég komoly büntetése van ennek. De József annyira szereti Máriát, hogy nem akarja ilyen tortúrának kitenni, és ezt olvassuk, elhatározza, hogy titokban elbocsátja. József tényleg tipródik, tehát azok a napok, azok a hetek, amíg ő nem tudja meg, hogy ez a gyermek a Szentlélektől fogant, és hogy Jézus lesz, aki megszületik, de József életében azok a napok, azok tényleg kinkeservesek. Azt éli át, hogy ez most egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak, és nem tudja, hogy mi legyen. Vagyis karácsony története, ha így nézzük, egy családi dráma. Egy óriási feszültség. Egy nagyon komoly lelki vívódás és lelki örlődés. A helyzetet, a helyzetnek a gordiuszi csomóját pedig átvágja az Isten angyala, amikor ebben a lelki vívódásban és lelki örlődésben megjelenik Józsefnek. És tényleg egyik pillanatról a másikra világossá válik mindent. József egyik pillanatról a másikra mindent megért, és minden kiviláglik előtte, hogy mi miért történt. Ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mondja az angyal, mert aki benne van, a Szent Lélektől fogant. És ekkor kitisztul József előtt. Igaz, nem ő a születendő gyermek vérszerinti apja, de attól még Isten hatalmas felelősséget bízott rá. Neki óvnia kell ezt a gyermeket. Neki vigyáznia kell erre a gyermekre. Védelmeznie, nevelnie kell ezt a kisgyermeket. Vagyis átérzi a felelősséget a kisgyermek iránt. És Józsefnek ebbe a kuszaságában, ebbe a bizonytalanságában, hogy nem tudja, mi miért történik, amíg az angyal nem mondja el, könnyen magunkra is ismerhetünk. Legalábbis mi is élünk át olyan élethelyzeteket, olyan drámákat, olyan lelki kuszaságokat, olyan örlődéseket, amikor nem tudjuk és nem értjük, hogy mi miért történik. Hogy mi lesz a vége, hogy az egésznek mi a célja. Reményik Sándornak van egy csodálatosan szép verse, a szőnyeg visszája, amely pontosan ezt a történetet, illetve ezt az érzést írja le, amikor így fogalmaz Reményik. Kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt, földangyala volt, s most a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Csak ritkán látjuk a színét, hogy igazán megértsük. Józsefnak megadatott ez a csoda, ahogy Reményik írja, látta a szőnyeg színét, amikor az angyal megjelenik és elmondja, hogy mi miért történt, ne félj magadhoz venni Máriát, hiszen a gyermek az Isten gyermeke. Szeretett testvérek, ez a mai történet, Józsefnek a története egy keretes szerkezetet is ad Jézus életének. Hiszen Jézus születése előtt József részéről az értetlenséget látjuk. Miért történt, miért így van, kitől lehet ez a gyermek, akit Mária a szíve alatt hord, mi fog történni, örlődik, kínlódik József. És ha Jézusnak az életének a végét nézzük, amikor őt keresztre feszítik, és a kereszten meghal, és a keresztről leveszik, ugyanezt az értetlenséget látjuk.
Csak ott már nem az édesapja, hanem a tanítványai részéről. Miért történik? Miért kell a megváltónak meghalnia? Miért kell keresztre mennie? Mi lesz így? Mi történik azzal, mindazzal, amit ő elmondott nekünk? És aztán ott is később válik világossá a tanítványok számára, hogy Jézus Krisztusnak a halála a kereszten az nem a vég, hanem éppen ellenkezőleg mindennek a kezdete. Hiszen ő azért hal meg a kereszten, hogy nekünk életünk legyen. Ő azért hal meg a kereszten, azért bűnhődik helyettünk, hogy ne nekünk kelljen, hogy a mi bűneinket hordozza el. Istenhez méltó titok, ahogyan Jézus Krisztus született, és Istenhez méltó titok, ahogyan a kereszten megváltott bennünket. Szeretett testvérek, József, visszatérve Józsefre, talán sokszor hallgat az evangéliumban. Talán sokszor háttérben marad. Ő is híres második, talán mondhatjuk rá. De élete mégis példamutatás a számunkban. Példamutatás abban, hogy itt az Istennek, bár nem értett teljesen mindent, de bízott benne, és merte az életét a kezébe tenni. Ellátta apai hivatását, őrizte, nevelte a kisgyermeket. Igaz, nem értette hogyan, de aki az egész világot és minket is, és mindenkit megszabadított bűneitől. És már csak ezért is kedves, ha Mária mellett Józsefről is megemlékezünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk téged, hogy az idők teljességében elküldted egyszülött fiadat megváltásunkra. Kérünk, Urunk, részesítsd a karácsony örömében egész egyházadat és minden benned hívő embert. Add, Urunk, hogy szent fiad második eljövetele békességben találja a világot, és megmeneküljön mindenki, aki nevedet hívja segítségül. Add meg, Urunk, mindenkinek azt, ami üdvösséges, a betegnek enyhülést, az elesettet emeld föl, a szomorkodót vigasztald meg, a kemény szívűnek pedig munkáld a megtérését. Úr Jézus Krisztus, te mindenek ura vagy, mégis gyermekké lettél értünk. Kérünk, ajándékozz nekünk gyermeki lelkületet, hogy mindenkor bizalommal tekintsünk mennyei atyánkra. Hallgasd meg kérésünket, amikor együtt így is megszólítunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a televízió nézőtestvéreknek, és mindazoknak, akik az interneten át követnek bennünket. A következő istentiszteletünk közvetítése december 31-én lesz. Óév esti istentiszteletünket láthatják, illetve másnap majd január 1-én is közvetíteni fogjuk új év ünnepi istentiszteletünket. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.